A játék neve ezúttal The Guilt and the Shadow. Erre azt írták a Steam-en, hogy ez olyasmi játék, mint a Neverending Nightmare, kicsit több puzzle-lel, de érdekesnek tűnt, szintén ilyen dárkos hangulata van. Amit láttam belőle képeket, de egyébként fogalmas így, hogy milyen a játék, de hát ezért vagyunk itt, hogy ezt most megnézzük. Úgyhogy kezdjünk is bele. Ó, több save pont, nagyszerű. Use headphones. Azt használok. Play in a dark room. Hát, ez most jelenleg nem megoldható, de szerintem át fog jönni a hangulat. Game saves automatically. Oké. Okay. Szóval ez ilyen hangulatjáték. De sötét, azt a betyár. Konkrétan semmit nem látok. Wow. Ah, jó van. És azt nem tudom... Elviselhetetlen. Nem bírom ezt a szagot tovább. Érzem az izzadságot a többieknek a kanapén. A hajó. Meg kell találnom a hajót. Elég. Elmegyek innen. Oké. Okay. Érdekes ez a rajzolt grafikai 3D-s környezetbe betéve. Kicsi voltál. Belefértél a tenyerembe. Emlékszel, amikor elkezdtél járni? Oh, oké. Okay. Nagyon sötét. De ilyen... Ha ez csak oldalra tudok menni, oké. Okay. Mindent meg akartál érinteni. Space. Nyomd, legyél erős. Erős vagyok. Oké. Okay. Szóval Space az interakció. Mindig fel is lementél minden létrán. Álmodtál. És elmondtad nekem minden részletét. Nem, minden részletet, csak oké. Okay. Need to keep everything you found. Mindent meg kell tartanod, amit találsz. A key. Ezt így felisztettem, oké. Okay. Amelyben mindig volt egy zene. Igen, mindig volt zene. Az a furcsa hangszer. Akkor kaptad, amikor 7 éves voltál. Space. Egész nap játszottad ugyanazt a három dalt. QVE. Q. Üres emlékek. Örökké ezek az átkozott hangok a fejünkben. Jó van. Ez dark lesz, meg misztikus, van egy olyan érzésem. De nem baj, majd megfejtjük. Ahogy a Neverending Nightmare-nél, meg úgy általában ezeknél. Mint a The Pass-nál, az volt egy kicsit ilyen. Hogy... mi a fene van, de... jó lesz ez, tehát QVE, Space és föl le, oké. Okay. Meg kell változtatnod. Nem kell, meg kell változnod, drágám. Továbbra is a rohadt sötétben. Oké, okay, valami barlangban vagyok. Baromi sötét. Hú, milyen hosszú orrom van. És nem tudom, hogy mennyire fog látszani majd a felvétel, de én gyakorlatilag alig látok valamit. Na most kezd világosodni. Oké. Okay. Te mi vagy? Vagy te ki vagy? Oké, okay, gondolom. Toljuk el innen ezt a füstölgő sziklaszerű valamit. Oda be. És menjünk tovább. Tényleg olyan, mint a Neverending Nightmare, hogy a grafikát nézve, csak 3D-ben. Oké. Okay. Keresd meg a kijáratot. És a magot. Oké, okay. Szemek követnek, egyáltalán nem para. Jó, tehát itt ezt valahogy le kell itt majd szednem, hogy kijussunk.
Puzzle-ok elvileg annyira nem vészesen. Okay. Always isolating yourself. Ja, mindig elzárkul. Be tudok esni? Aha, felmászni nem tudok. Ja, automatán mászik fel. Jó van, akkor ezekkel se kell foglalkozni. Szeretem, amikor ilyen automatikusan megoldanak ilyen olyan dolgokat, amik csak húzzák az időt. Oké. Okay. Szóval ez ilyen olvasgatós lesz. Oké, okay. Ott is van valami, de ez itt túl mély. Vagy ugrik ez? Vagy nem tudom. Húj! Bele tudok esni? Wow. Le tudok? Arra kíváncsi leszek, hogy ebben lesznek-e szörnyek, amik üldöznek, vagy valami, amiről menekülök. Vagy egyáltalán meg lehet-e benne halni? Na akkor... Folyamatosan megyek fölfele. Mi az itt? Még egy lezárt rész. Nem igazán tudom, hogy nekem kell-e oda visszamennem, hogy azt a valamit eltávolítsam a létráról, vagy egyszerűen légy, hogyha csak fölfele megyek. Hopp, valami. Felhúzzák a létrát. Hát ez remek. És itt vagyok benne ebben a rohadt barlangban. Nagyon nagyszerű. Nézzük mi ez. Valami van a papíron. Ezt én is látom, csak azt nem tudom, hogy micsoda. A kijárat. Ja, ott a létra. Aha. Valami szerkezet. Egy kőóra. Számolja az időt. Aha. Jó. Tehát van itt valahol valami. Oké. Erre mi van? Sötét, az biztos. Lássuk. Hát akkor hoppá. Ja, látom már. Összetöri a szívem. Lát, az, hogy így ilyen elveszettnek látlak. Oké. Okay. Hú. Az idő repül. Hónapok, napok, órák. Ah! Oh. Ah, oh, hely, eltűnt onnan az. Várunk. Kettő mounts. Az egy M betű, az egy óra, napok. Lehetséges, hogy ezt nekem le kéne jegyeznem. Nem akarom megint megszívni azzal, hogy... Várjunk, előkotrok valamit, amit tudok használni. Hogy ugye mászkálnunk kelljen vissza. Ezért előveszem mondjuk, ez tökéletesen meg is felel. Tehát azt mondom, hogy M, az kettő, napok, órák. Napok az 5. 10, 15, 20, 25, 27, és az órák pedig 5, 10, 15, 18. Nagyszerű! És akkor ezt itt lelököm oda, és akkor majd vissza tudok mászni. Hopp! Valahogy majd figyelni kell, hogy miket ír ki, majd azért fordítgatom, hogy abból visszafejtsük, hogy mi a fene is van. Tehát valószínűleg ez is hasonló lesz, mint a... Le tudok mászni le. Mint a Neverending Nightmare-ben, ugye ott egy rémálomban, tehát rémálmokban mentünk, ugye egy kómába esett fickónak a bőrében. Itt is valami hasonló lesz, ugye ahogy mondta, hogy el vagyok veszve. Úgyhogy szerintem itt is valami elől menekülünk, tehát már csak a nevére, a játék címére gondolunk, ugye a The Guilt and the Shadow, tehát valami bűntudatunk van, vagy egyszerűen csak itt is a depresszióról szól ez az egész. Hopp. És talán ezt el kell nekem tolni oda. Vagy valahova. Ide. Hup! Pjong! Aha! Megvan az óra! Na! Akkor...
Hú. Aha, így állítom be. Na! Lássuk. 26, 27. Oké. Okay. Hopp, 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 nem akarok kilépni. Hopp! Egy minimális bugot észrevettem, de most ezzel lépjünk túl, tehát megcsináltam. Hopp! Nem, mi ez? Mi vagy? Valami van a papírom. Látom, ott lenn. Vissza a kezdethez. Ja, ébredj fel és találd meg a magot. Milyen magot? Mit akar ez jelenteni? Hát azt mondja, hogy ha erre jövök, akkor itt lesz valami. Aha. Ja, ki kell ásnom? Oké. Okay. Akkor ássuk ki. Ja, nem kell nyomnom fölfelét, oké. Okay. Yes. Ezt itt átpattyogok. És kiássuk azt a valamit, ami itt van valahol. Hol a fenébe? Valahol az elején azt mondta. Itt a bazi sötétben. Á, itt van valami. Hopp. Mi történt azon a napon? Nem akarok emlékezni. Valamilyen, valamikor majd szembe kell nézned ezekkel az emlékekkel. Te nem akarsz. You face your own memories. Nézz szembe te a saját emlékeiddel. Változtassunk témát. Mint a két ember beszélgetne, de annyira nem tiszta. Nem, elegem van a beszédből. Yeah! Ja, ezek a szídek ilyen emlékek, amikből majd össze lehet rakni a sztorit. Oké. Okay. Na, az érdekesnek tűnik. Nem egy gyors játék. Meg ilyen puzzle-ös, de nem volt olyan bonyolult a puzzle végül is. Na, akkor most föl kell másznom, és akkor ki kell jutnunk innen. Hol is volt? Mindig fölfele kellett menni, és akkor egyszer csak ott lett. Hopp. Hát akkor itt valami... Ööö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 
akkor... Nem élhetőleg. Jó, van ez egy kicsit labirintusszerű. Még néhány szó, ha elcseszem, az hát érthető. Először játszok vele, nem tudom, hogy milyen a pályaszerkezet. Lássuk akkor... Tehát itt és erre volt oldalra? Talán? A felhúzódó létre. Ahol itt találtam a papírt, azt hiszem ez az. Juhú, irány fel! Ez vezet elvileg ki. És akkor megtudjuk, hogy mi történik. Ja, fényesség! Oké, kijutottunk. Otthon, édes otthon. Klassz lenne, hogyha nem kéne soha elmenne minden. Francba. Mold? Ez a mold. Most nem tudom, tudnom kéne, nem tudom. De hogy az mindenhol ott van. Emlékezz. Áááá! El kell olvasnom a jegyzeteimet. Azt mondja, nyikorgó kalitkák elég furcsa észrelésre varranak. Na most mentett. És újra valami álomvilágszerű be. Olyan, mintha az egész ilyen papírból lenne összerakva, ilyen papírmasír meg minden. Tök jó. És itt vagyunk. Oké, akkor... legyen egyelőre ennyi ilyen bemelegítésnek, hogy is néz ki a játék, meg miről is szól. Tehát ez volt a The Guilt and the Shadow.
ha tetszett, akkor tudjátok, ott alul van egy ilyen mindenféle dolgok, amiket ott lehet nyomogatni, ilyen gombok, meg beírni mindenfélét. Ha szeretnétek, hogy ezt még folytassuk, vagy többet mutassak belőle, akkor azt ugye ott lent lehet jelezni, illetve e-mailben is, vagy akárhol. A következő videóig pedig sziasztok!